Mindenkit sok szeretettel köszöntök! Mielőtt belekezdenénk az új anyagba, röviden ismételjük át az alapokat, hiszen a jövőben is ezekre fogunk építeni. Azt már tudjuk, hogy áram csak zárt áramkörben folyik, és a pozitív töltés hordozók áramlását tekintjük elektromos áramnak. Még akkor is, ha tudjuk, hogy valójában a negatív töltésű elektronok áramolnak, a pozitív töltésű... Hükak felé. Amikor egy elektron kitört egy lyukat, azt rekombinációnak nevezzük. A fizikai magyarázattal szemben a modellben mindig a pozitív töltéshordozók mozdulnak el, ezt technikai áramiránynak nevezzük, mivel a gyakorlatban ezt alkalmazzuk. Az áramkörök rajzaiban a folytonos fekete vonal rövidzárat, azaz végtelenül kis ellenállás jelent. Ha két pontot rövidzárral kötünk össze, akkor azonos potenciálú pontokká válnak, vagyis a rövidzáron a feszültség nulla. A megszakított áramkört a szakadás elképezi. A szakadáson sosem folyik áram. Ha egy áramforrás kapcsait rövidre zárjuk, akkor végtelen kis ellenállással terheljük meg, mert az fenn szeretné tartani a potenciál különbséget, mi pedig el szeretnénk tüntetni azt. A maximális terhelés rövid időn belül tönketeszi a generátort, ezért ennek elkerülésére egy fogyasztót kell beilleszteni az áramkörbe. A generátor fenti sarkainál töltésfelhalmozódás jelenik meg. Amennyiben az ellenálláson keresztül zárjuk az áramkört, akkor a pozitív töltéshordozók elindulnak az óramutató járásával megegyezően, létrejön tehát az elektromos áram. Ebből a példából az is jól látszik, hogy mire használhatóak az ellenállások. Az ellenállások legfontosabb szerepe az áram korlátozása. Minél nagyobb ellenállást kapcsolunk a generátorra, annál kisebb áram folyik az áramkörben, melynek nagyságát az ohm segítségével tudjuk számítani. További kérdéseket vett fel a megismert kétporosú alkotóelemek különféle összekapcsolása. Egy összetett áramkör ugyanis az alkotóelemek soros, párhuzamos, vagy az ezekből kialakított vegyes kapcsolásokból áll. De mit is jelentenek ezek a kifejezések? Ha egy államkölt úgy állítunk össze, hogy nincs benne elágazás, akkor az ellenállásokat sorosan kapcsoltuk az államforrásra. Ilyen kapcsolás esetén azt tapasztaljuk, hogy a sorba kapcsolt ellenállások értékei összeadódnak. A kérdés csak az, hogy miért. Képzeljük el most magunkat egy nagy forgalmú autópályára, ahol fizető kapukon kell keresztül haladnunk, hogy elérjük utazásunk célját. Ebben a példában a pálya a vezető, a fizető kapu pedig az ellenállás, ami lassítja az elektronok, akarom mondani a járművek mozgását. Amit csak egy ilyen kapun kell keresztül haladnunk, viszonylag nyugodtak vagyunk, a forgalom folyamatos. Más a helyzet akkor, ha egymás után három kapun kell végighaladnunk. Ebben az esetben hiába végzett a fizetéssel a hármas kapunál a sárga, a kettes kapunál pedig a kék színű jármű sofőrje, egészen addig nem tudnak tovább haladni, míg az egyes kapunál be nem fejezi a fizetést a zöld jármű vezetője. A várakozási idők, vagyis az ellenállások összeadódnak. A gondolatkísérlet eredményeit fordítsuk át most az elektromosság nyelvére. Soros kapcsolás esetén az ellenállásokból álló hálózat helyettesíthető egyetlen ellenállással, amelyet a kapcsolás eredő ellenállásának nevezünk. Az eredő ellenálláson azonos kapost feszültség mellett ugyanakkor a áram folyik keresztül, mint a sorba kapcsolt ellenállásokon. Ebből következik, hogy az egyes ellenállásokon eső feszültségek az ellenállás értékekkel egyenesen arányosak. A soros kapcsolással jó példa a karácsonyfa égősor vagy fényfüzél. A karácsonyfa ízók üzemi feszültsége általában három volt. Ezért ha közvetlenül az otthoni 220 voltos hálózatot kötjük őket, azonnal tönkre mennek. Viszont ha elegendő számú izzót egymáshoz sorosan kötünk, akkor a hálózati feszültség már is megoszlik az egyes izzókon. Könnyedén kiszámíthatjuk, hogy mennyi izzóra is lenne szükségünk a biztonságos működéshez. 220 volt osztva 3 volttal, megkapjuk, hogy pontosan 73 darab fogyasztó soros kapcsolására van szükségünk, hogy minden izzóra 3 volt feszültség jusson. A soros kapcsolás hátránya, hogyha az egyik fogyasztó karácsonyfa égő. Hibás, nem világít, akkor több izzó sem fog kapni áramot, a fényfűzél nem fog világítani. Ilyenkor nincs mit tenni, ki kell cserélnünk a hibás égőt egy pótizzóra. Ha azonban a pótizzók már hiányoznak, csak azonos névleges feszültségű vagy annál egy-két voltal magasabb értékű, és a foglalatban pontosan illő új darabbal szabad a cserét végrehajtani. Miért fontos ez? Ha a csereizzó üzemi feszültsége kisebb, mint az izzósor többi elemé, akkor túlmelegedés léphet fel, aminek következtében kéket. Soha nem szabad például gyors megoldásként egy-két foglalattal csökkenteni a fűzért, mert ezzel az összeségű veszélyesen túlmelegedhet, ami tűzveszélyt okozhat. A másik lehetőség az ellenállások összekapcsolására a párhuzamos kapcsolás. Ilyenkor a feszültségforrás két kivezetésére úgy kapcsolunk ellenállásokat, hogy minden ellenállás egyik csatlakozása a feszültségforrás egyik kivezetéséhez, másik csatlakozása a feszültségforrás másik kivezetéséhez kapcsolódik. A kapcsolt ellenállásokra ugyanakkor a feszültség jut, mert a vezetékkel összekötött pontok ekvipotenciálisak. Az ábrán látható három izzó, vagyis ellenállás párhuzamos kapcsolásakor a kapott új eredő ellenállás nagysága nem egyezik meg az ellenállások összegével hogy megértsük, miért van ez így, képzeljük magunkat újra egy nagy forgalma autópályára, ahol a fizetőkapuk nem egymás után, hanem egymás mellett vannak elhelyezve. A párhuzamosan kapcsolt kapukon egyszerre három gépjármű is keresztül haladhat, így az áthaladás sokkal akadálymentesebb, mint az előző esetben. A várakozási idők nem adódnak össze, az eredő ellenállás tehát lecsökken. A párhuzamosan kapcsolt ellenállások szintén helyettesíthetőek egy eredő ellenállással, amelyen ugyanakkor a kapott feszültség esetén ugyanakkor a áram folyik, mint párhuzamosan kapcsolt ellenállásokon. Párhuzamos kapcsoláskor az eredő ellenállás reciprokát kapjuk meg, ha a párhuzamosan kapcsolt ellenállások reciprokait összeadjuk. A mérnöki gyakorlatban a számítás egyszerűsítésére bevezették a re plusz műveletet, ahol az ellenállások szorzatát osztjuk azok összegével. A műveletben a nagy X a re plusz művelet, aminek a jelentése ezeket az ellenállásokat a párhuzamos eredők szabálya szerint kell összevonni. Tehát ha párhuzamosan kapcsolunk egy 100 ómos és egy 470 ómos nagyságú ellenállást, akkor a R művelet az alábbi lesz. Mi a helyzet akkor, ha három vagy annál több párhuzamosan kapcsolt ellenállás eredőjét szeretnénk kiszámolni? Az E-plusz műveletet szigorúan csak két ellenállásra alkalmazhatjuk egyszerre, ezért páronként kell összevonni az ellenállásokat, még végül eljutunk az eredő ellenállásig. Ha például egy 100, 470 és 300 ómos párhuzamosan kapcsolt ellenállás eredőjét keresünk, akkor tetszőleges két ellenállást kiválasztva az E-plusz művelettel összevonhatjuk őket. Majd ezt a műveletet addig ismételjük, míg csak egyetlen egy ellenállás nem marad, az eredő ellenállás. A párhuzamosan kapcsolt ellenállásokon eső feszültség azonos, ezért a főág áramerőssége, amely azonos az eredő ellenálláson átfolyó áramerősséggel, egyenlő a mellékágak áramerősségének összegével, mert a töltés megmaradás törvénye szerint a főágból érkező összes töltés a mellékágakban oszlik szét. Szokták mondani, hogy az áram olyan, mint a víz. Mindig a legkisebb ellenállás felé folyik. A víz analógia nagyon szemléletes, mégis meg tudja olykor zavarni az ember gondolkodását. Az előbbi megfogalmazást ugyanis úgy kell értenünk, hogy ha a töltések előtt több út is adódik, lást, párhuzamos kapcsolás, akkor a töltések mindig minden irányba haladni fognak, ahol kisebb az ellenállás, ott több, ahol pedig nagyobb, ott kevesebb. Olyan nem fordulhat elő, hogy senki nem válassza a nagyobb ellenállása telhet útvonalat. De vajon miért? Képzeljük el azt, hogy az autovezetők el akarnak jutni A városból B-be, de az útvonalat egy hatalmas folyó keresztezi. A folyón csak hidak segítségével lehet áthaladni. Amíg a hidak le vannak zárva, mindenki vállalkozik. Amint megnyitják őket, elindul a forgalom. Vagyis a gépjárművek elkezdenek áramolni. Az ábrán látható hidak szélessége fogható fel úgy, mint ellenállás. Mert meghatározza, hogy adott időn belül hány gépjármű tud áthaladni az adott hídon. A szélesebb, kisebb ellenállású hídon több, míg a keskenyebb, nagyobb ellenállású hídon kevesebb gépjármű tud keresztül haladni ugyanannyi idő alatt. Azt most már könnyen beláthatjuk, hogy egységnyi idő alatt úgy tud átjutni a folyón a legtöbb jármű, ha mind a két hidat egyszerre használják a vezetők párhuzamos kapcsolásra igen jó gyakorlati példa az elosztó ahol minden fogyasztónak, például számítógép, mosógép, porszívó szüksége van 220 voltra. Ellenállásokat úgy is kapcsolhatunk az áramkörbe, hogy abban soros és párhuzamos kapcsolás is szerepel. Ekkor vegyes kapcsolásról beszélünk. Azokban az esetekben, amikor egy hálózat felbontható soros és párhuzamos kapcsolásokra, úgy határozzuk meg az eredő ellenállást, hogy lépésenként egyre egyszerűbb kapcsolásokra vezetjük vissza az eredeti áramkört. Az elméleti alapok tisztázása után jöjjön egy kis úgy gyakorlat. Nézzük meg a tanultakat a gyakorlatban is. Első lépésként mérjük meg a multiméter segítségével az 510 ohm névleges értékű ellenállás tényleges értékét. A mérőműszer képernyőjéről 504 ohm olvasható le. Miért lehetséges ez? Az ellenállásoknál már megjegyeztük, hogy a valóságban sajnos pontosan névleges értékű ellenállás nem lehet készíteni. Mérjük meg most az 1 kg os ellenállás tényleges értékét. Itt is azt tapasztaljuk, mint előbb. A tényleges érték eltér a névlegestől. Most, hogy már ismerjük az ellenállások pontos értékét, kapcsoljunk sorba két 510 ohm nagyságú ellenállást. Nézzük meg a sorba kapcsolt ellenállásokat kicsit közelebbről is. Ha megmérjük az ellenálláson nagyságát, 1006 ohmot kapunk. Az ellenállások értékei tehát összeadódnak. Az egyik ellenállás értéke 504, a másiké pedig 502 ohm. Cseréljük ki most az egyik 510 ohmos ellenállást 1 kilo ohmosra, és mérjük meg az eredő ellenállást. A műszerről 1482 ohm olvasható le. Abban az esetben, ha párhuzamosan kapcsolunk 2510 ohm nagyságú ellenállást, akkor azt tapasztaljuk, hogy az eredő ellenállás lecsökken, méghozzá a felére. Ezt számítással is ellenőrizhetjük. Használjuk a repulsz műveletet, hogy könnyen ki tudjuk számolni az ellenállásról Eredő ellenállását. Végül nézzünk meg egy vegyes kapcsolást is. A két párhuzamosan kapcsolt ellenálláshoz kössünk egyet sorosan. Alakítsuk a kapcsolás sorossá. távolítsuk el az egyik 510 ohmos ellenállást. Most mérjük meg az eredő ellenállás nagyságát. A névleges értékek alapján 1510 ohmot, még a valós értékek alapján 1481 ohmot olvashatunk le. Végezetül távolítsuk el az 1 kg ohmos ellenállást és helyére egy ugyancsak 510 ohmos ellenállást kapcsoljunk. Az eredő ellenállás tényleges értéke ekkor 1006 ohmra adódik, Szemben a névleges értékekből számolt 1020 ohmmal. Most következzen a ledek soros kapcsolása. Soros kapcsolás esetén az egyik led anódját a következő led katódjához kötjük, így soros kapcsolat jön létre. A kapcsolás összeállításakor ügyeljünk arra, hogy csak azonos típusú ledeket kapcsoljunk egymáshoz. A feszültségek az előtét ellenállás szempontjából összeadódnak, vagyis két darab 5 mm-es piros lett soros kapcsolás esetén 1,8 volt fog esni az egyik, és 1,8 volt fog esni a másik leden. Összesen tehát 3,6 volttal kell számolnunk az ellenállás méretezésekor. Most már ki tudjuk számolni az előtét ellenálláson eső feszültség nagyságát, ha ismerjük a bemenő feszültség nagyságát. 5 volt, mínusz 3,6 volt, egyenlő 1,4 volt. A LED adatlapján azt is megtudjuk, hogy maximum 20 mA áram folyhat a leden, mi azonban biztonsági megfontolásokból a maximális áram felével, azaz 10 mA-rel fogunk számolni. Az OM törvény felhasználásával számíthatjuk a szükséges ellenállás nagyságát. A kapott érték 140 ohm. Ilyen a szabványos ellenállásolban nem található, ezért kiválasztjuk a hozzá legközelebb eső 150 ohmos ellenállás értéket. Az áramkör szállítása után essen néhány szó a hatásfokról is. Soros kapcsoláskor az ellenálláson elvesztett teljesítményt azaz veszteséget a már ismert P úszor i képet alapján tudjuk számítani. A veszteség után számítjuk ki az összes befektetett teljesítményt. Majd a hasznos teljesítményt megkapjuk, ha a befektetettből kivonjuk a veszteséget. Végül számítani tudjuk a hatásfokot. Azaz, el kell osztanunk a hasznos teljesítményt a befektetett teljesítménnyel, és láthatjuk, 72%-ot kapunk. Az állam összeállítását most pár gyakorlati fényképpel illusztráljuk. A ledeket párhuzamosan is össze tudjuk kapcsolni. Ilyenkor az egyik led anódját a másik led anódjához, katódját pedig a másik led katódjához kötjük, így párhuzamos kapcsolás jön létre. Ledek párhuzamos kapcsolásakor is nagyon fontos, hogy csak azonos típusú ledeket kössünk össze. Példánkban két darab 5 mm-es piros lehet párhuzamos kapcsolása esetén a létrejövő csomópontból kétszer 10 mA áram folyik ki, így a befolyó áramnak is 10 plusz 10, azaz 20 mA kell lennie. A párhuzamosan kapcsolt ledek kapcsain azonos feszültség esik. Az előtét ellenállás számítását az előző példához hasonlóan tudjuk elvégezni. Az ellenálláson eső feszültség 5 volt, mínusz 1,8 volt, azaz 3,2 volt. Az előtét ellenállás nagyságát az ohm törvény segítségével tudjuk meghatározni. Ebben a példában 160 ohmos értéket határoztunk meg. Ilyen nincsen a szabványos ellenállásolban, ezért a hozzá legközelebb álló 150 ohmos értékű ellenállással kell dolgoznunk. Ha most a teljesítmények kapcsolatos számításainkat itt is megismételjük, akkor azt tapasztaljuk, hogy a hatásfog kisebb értékre adódik. Nézzük meg az államkör szállítását pár gyakorlati fényképpel illusztrálva. Az elmélet után most következzen egy kis gyakorlat. Kössünk sorba két 5 mm-es piros ledet. Figyeljünk arra, hogy a második led anódja az első led katódjához legyen illesztve. A ledek után az áramkorlátozó ellenállás bekötése következik, majd zárjuk az áramkört. Elkészültünk az elrendezést, figyeljük meg egy kicsit, közelebbről is. Látható, a soros kapcsolás lényege az első led katódjához, mint negatív, kapcsoljuk a második LED anódját. Most a multiméter segítségével mérjük meg, hogy mekkora feszültség esik az első LED kapcsain. Ez 1,8 volt. Most nézzük meg, hogy a LED soron mekkora ellenállás esik. Ez 3,6 volt, ami egybeesik a számított értékkel. A soros példa után nézzünk egy gyakorlatot, a párhuzamos kapcsolása is. Az előző két ledet most párhuzamosan kapcsoltuk, és megmérjük a multiméter segítségével, hogy mekkora feszültség esik a kapcsaikon. Ez az érték 1,9-1,8 volt közötti, ami közel esik a számított értékhez, sajnos az elem élettartalma ennél a példánál már a vége felé járt. Felvetődhet a kérdés, hogy a ledeket sorosan vagy párhuzamosan kapcsoljuk, ha az áramot előtét ellenállással korlátozzuk. Látható a számítások alapján, hogy párhuzamos kapcsolás esetén mennyivel rosszabb a hatás, fog, tehát sokkal több energia megy kárba az ellenálláson. Előtét ellenállásos áramkorlátozás esetén lehetőség szerint minél több ledet kapcsoljunk sorosan, és csak akkor használjunk párhuzamos kapcsolást, ha a bemeneti feszültség már nem teszi lehetővé a ledek soros kapcsolását. A videó végéhez élve foglaljuk össze mindazt, amiről eddig szó volt, ehhez hívjuk segítségül a jól bevált vízanalógiát. Soros kapcsolás esetén a sorba kapcsolt komponensek árama mindig ugyanakkora, ugyanis teljesen mindegy, hogy a szűkület a vezeték adott keresztmetszete előtt vagy után van. Az adott keresztmetszeten átfolyó vízhozam mindig ugyanakkora marad, máskülönben megszakadna a folyamatos vízoszlop. Soros kapcsoláskor az egyes ellenállásokon eső feszültségek az ellenállás értékekkel egyenesen arányosak. Az eredő ellenállás értéke pedig a legnagyobb ellenállásnál is nagyobb értékű lesz. A párhuzamosan kapcsolt ellenállásokra, vagyis szűkületekre ugyanakkor a feszültség, azaz víznyomás jut, mert a vezetékkel összekötött pontok ekvipotenciálisak. A víz minden irányba áramlik, a kisebb ellenálláson több, a nagyobb ellenálláson pedig kevesebb csepp jut át egy idő alatt. A két mellékág áramának összege megegyezik a főágéval, a folytonossági, vagyis a töltés megmaradás törvénye szerint. Párhuzamos kapcsolásnál az eredő ellenállás értéke mindig kisebb a legkisebb ellenállás értékénél is. Ez a videó egy kicsit hosszabbra sikerült, mint a megszokott, de nem titkol célom az volt vele, hogy az elemi ismereteket alaposan átbeszéljük, hogy később biztos alapként építkezhessünk rá. Nincs más hát, mint bátran elmerülni az elektronika világában, remélem, hogy ebben a kalandban továbbra is velem tartotok. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára, lent alul írjátok le a véleményeteket, arra is kíváncsi lennék, hogy miről szeretnétek hallani legközelebb. Addig is, sziasztok!